a Mórahalmi focitáborban. Láthatjuk, hogy külön kapusedzés is folyik, kapustábor is van, ahogy olvashattuk a fiúknak a pólóján, és hát nagyon-nagyon lelkesek, és hát nagyon látszik, hogy elhivatottak ez iránt, a poszt iránt. Mit lehet tudni, mennyien vannak, milyen korosztályok, milyen szinttel érkeztek egyáltalán ide ebbe a táborba? Hát, hogyha átfogóan szeretnék beszélni erről a hétről, akkor azt kell, hogy elmondjam előjáróban, hogy egy évek óta dédelgetett álom, sőt azt lehet mondani, évtizedek óta dédelgetett álom kell látszik valóra válni azzal, hogy itt ezt létre tudjuk hozni. Kis Balázs kollégám már évek óta töretlen sikerrel rendezi minden évben ezt a tábort. Növekvő tendenciát mutat a létszám is, és így nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy azzal, hogy a Mórahalom VSC-nél dolgozunk mindketten, stáb tagjai vagyunk, így létre tudjuk hozni ezt a közös munkát, és sikerült bekapcsolódnom ebbe a tábori rendszerbe, és ez egy külön eszenciája a dolognak, hogy párhuzamosan tudunk egy jó színvonalú kapusképzést is biztosítani a gyermekek számára. Miért van arra szükség, hogy külön kapus edzés is legyen? Mi a jelentősége annak, hogy külön edzék a kapusokat? Hát azt gondolom, hogy az egyéni képzés fontossága az elengedhetetlen. Láthatjuk a Európa top futball civilizációiban, hogy minden erre épül gyakorlatilag, hogy megfelelő korban, megfelelő edzésmódszerekkel, megfelelő intenzitással és megfelelő szakértelemmel foglalkozzanak szakemberek a gyermekekkel, és így létrejöhet egy megfelelő szintű kiválasztás, ami a gyermekek a szakmai fejlődéséhez, illetve minden téren való fejlődéséhez maximálisan hozzájárul. Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó kapus legyen? Ilyenkor, ilyen időskorban kint látszik az, hogy ő tényleg nagyon jó, tehetséges, és mondjuk elhivatott is. Féltem ettől a kérdésről, borzasztóan relatív a dolog. Nyilván szemünknek kell lennie hozzá, sok éves tapasztalat alapján úgy gondolom, hogy viszonylag rövid idő alatt az alapképességek és az alap tulajdonságok azok behatárolhatók. Egy bizonyos ponton túl pedig a gyermekek szociális helyzetétől is függ az, hogy milyen lehetőségei vannak egy szülőnek. Mi igyekszünk itt akár a VL Kapus iskola keretein belül, akár itt a közös egyéni képzés keretein belül itt a homokhátsági térséget valamilyen szinten pásztázni folyamatosan, és megtalálni azokat a tehetségeket, akikkel érdemes komolyabb szinten foglalkozni. Ez egy természetes kiválasztódást jelent, de természetesen itt egyáltalán nem teszünk különbséget, tehát mindenki szeretettel várunk, aki úgy érzi, hogy szeretné kipróbálni magát, és egy nagyon picit is kedvet érez, hogy ebbe a speciális közegbe kipróbáljon magát. Honnan érkeztél ide ebbe a focitáborba, Mórahalomra, és hát mióta focizol, mióta kapusként? Hát Sándorfalváról jöttem, és négy-öt éve focizok, és másfél éve járok ide Laci bácsihoz. És miért választottad ezt a posztot, a kapusságot? Hát már eleje óta kapus voltam, hát ezt tetszett a legjobban. És erre lehet válaszolni, hogy miért? Mi ebben olyan érdekes vagy jó? Mert ez azért különbözik az összes többi poszttól. Hát az, hogy lehet ugrálni, meg szépeket védeni. Milyen ez a tábor? Mi az, amin eddig túl vagytok már? Hát majdnem hasonló az összes nap, csak filmet néztünk, elmentünk a Mórahalmi fürdőbe, meg reggelente edzettünk. Mennyit szoktatok edzeni egy nap? Hát egy másfél-két órát. És hogy tetszenek eddig az edzések? Például, amit az előbb itt láttunk, ott mi mit láttunk, mit csináltatok? Hát a vetődést próbáltuk, meg a reflexet, hogy lehajolni, meg a lábmunkát, meg a labdafogást is. És hogy érzed, segít neked ez a tábor? Tudsz fejlődni egy ilyen tábor alkalmával? Voltál már korábban is esetleg ilyen táborban? Igen, voltam, ugyanebbe, egy évvel ezelőtt. És miért jöttél vissza? Hát mert jó volt. Hát én Szegedről érkeztem, és a Móravárosi Kinizsi csapatában játszok. És hát ugye kapusként, mint az már kiderült itt a korábbi kis edzésen, miért választottad ezt a posztot, mióta játszol ezen a poszton? Hát én már 5 éve kapuskodok, és azért választottam, mert kiskoromban is nagyon szerettem mindig labdát dobálni, és ezt utána elkapni, és akkor kapusként is ezt kell csinálni, és én ezt nagyon szeretem. Másodhalomra érkeztem, de Mórahalmon focizok. És mióta? Körülbelül 4-5 éve focizok. Laci bácsival 4 éve dolgozok együtt. Volt más sport is, amit kipróbáltál, vagy egyértelműen csak a foci létezik számodra? Régebben kipróbáltam egy-két sportot még, de foci volt a nyerő. És miért? Nagyon tetszett, ráadásul a kapusposzt egy nagyon különleges poszt számomra,
én irányítom a csapatot, én vagyok az egyedül, aki megfoghatja kézzel a labdát, és ez nekem nagyon bevált. Miért kötöttél ki a foci mellett? Nagyon csapatjáték, és nagyon sok barátra lehet szert tenni egy ilyen sportágba, főleg közelikre, és nagyon tetszik, mert labdajáték is kötődik hozzám is egy kicsit. A kapusságot azt miért választottad, vagy ajánlották esetleg neked, hogy te ebben lennél jó? Ajánlották régen, mert nem focival kezdtem az egészet, és egyik ismerősöm ajánlotta, hogy jöjjek ide egy próbajátékra, és sikerült, úgyhogy így kötöttem ki a kapusságnál. És ebben a táborban milyen újdonságokat lehet tanulni kapusként? Gyakorlatilag a kapusság összes dolgát meg lehet tanulni, tehát vetődést, csapattársaknak szólni, figyelni a labdára, a reflexet tanulni. Itt mindent meg lehet tanulni, mert egy kapusnak szüksége van rá, meg a csapattársaknak is, úgyhogy itt mindent meg lehet tanulni. A hetedik éve, hogy táboroztatok. Lacival a közös munka az egy jó két és fél éve volt. Mertünk nagyot álmodni, hogy szeretnénk itt a homokhátságból összeszedni ugye a tehetségeket, a környékbeli legügyesebb tehetségeket. És ugye a megállapodások ugye iskolákkal, óvodákkal, itt a Móralom VS-ével meg is történtek. Ugye a Röszkével, Zákányszék, Ásotthalom, Domaszék, folyamatban van még, ha jól tudom, Rúzsa, Üllés. Szeretnénk őket is ugye a tehetségeket összeszedni kis buszokkal, hordjuk a Móralom VS-be a gyerekeket. Közel 40-50 gyerkőcöt hoztunk az elmúlt másfél-két évben, és ugye a tábor is ugye visszakanyarodva 6.-7. éve táboroztatok én személy szerint. Lacival egy 2-2 és fél éve kezdtük a közös munkát, és minden álmunkat valóra váltotta, azaz nem is gondoltuk, hogy majd a határon túli gyerkőcökre, magyar gyerkőcökre, vajdasági magyar gyerekekre is tudunk számolni. Adáról, Zentáról, Horgosról, Palicsról mindenhonnan járnak, illetve a környékből, ugye Bordányból, Zákányszék, Ásotthalom. Ebben a táborban akkor van egy szint, amit meg kell lépni valakinek, hogy ide eljöhessen? Tehát gondolom én, hogy esetleg lehet, hogy van egy kis válogatás előtte, vagy hogy néz ez ki? Mert elmondta, hogy a legtehetségesebbek jönnek a Móralom VS-be. Igen. Van ilyen is, van olyan is, de ugye természetesen, aki minket ismer, az tudja, hogy itt az egyéni képzésen van a hangsúly. Ugye a mostani táborainkban is most ilyen 4-5 állomásos köredzésen veszünk részt. Ugye egy alapképességnek rendelkezni kell a gyerekeknek, de mindenkit várunk szeretettel. Természetesen, aki kevésbé tehetséges, nekik is megvan az a feladat, amit el tudnak végezni ebbe a táborba. Milyen korosztályokról van itt szó? 8-tól 14-15 éves gyerekek, de ma kapusoknál meg is lepődtem, hogy 16 éves gyerkőcök is vannak ketten, de az a 10-12 éves korosztály az, akinek ez igazán fontos. Említett, hogy egyre több gyerek van, és hát akkor ezek szerint ez a toborzás, ez sikeres? Mit lehet erről elmondani? Hol, milyen szinten mozog most a Móralom VS-e? A Móralom VS-nél ugye 140 gyerkőcünk van, másfél évvel ezelőtt azt hiszem ez egy 100-as létszám volt, 90-100 fő volt. Nagyon nehéz a mai világban a tehetségeket, a gyerekeket kimozdítani otthonról. Ugye a kütyük világát éljük, számítógép, internet, különböző Xbox, ilyen-olyan játékok, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen sportcentrumunk van, és elmondhatjuk, hogy most már minden korosztályunkban 20 plusz 2-es keret van. Az OVI programunk is elindult, ott is visszük a kis ovisokat heti egy-két alkalommal a sportcsarnokba, 3-tól 4 óráig, ugye itt az OVI miatt szűkös az időnk, de a téli időszakban a sportcsarnokot is tudjuk használni, úgyhogy elmondhatom, hogy most már egy olyan 140-150 gyerek van a Móralom VS-nél. Én a DAF Szegedben játszok, hát középpályás szoktam lenni, meg néha, hogyha nincsen úgy szélsővédő, akkor ő szélsővédőbe, és hát most így a Balázshoz jöttem táborba, hogy többet fejlődni akarok sokat, és nagyobb szintre jutni. Itt nőttem fel Móralmon, és nagyon sok gyereket ismerek, és jó barátaim, és még mindig tartom velük a kapcsolatot. És mióta focizol, miért döntöttél amellett, hogy szeretnéd ezt a sportot kipróbálni? Hát én 7 éve focizom, és az volt, hát az OVI-ban küldtek el minket, a legjobb barátommal, és azóta focizom. Milyen érzés neked a Honvédban játszani? Nagyon jó, büszkén viselem a címeres mezünket, és hát nagyon szeretem a csapatot. És milyen ez a tábor? Itt tudsz-e újdonságokat tanulni? Hát igen, én az összes táborban itt voltam. Előtte még a Balázssal jártam edzésre hozzá, és nagyon szeretem, és nagyon meg tudok azért fejlődni ebbe a táborba. Oda csapatában játszom, és nagyon szeretek ott lenni.
De igazából most már őszre lassan átigazolok a Topolyába is. Milyen poszton játszol? Miért választottad? Hát középpályás vagy csatár. Attól függ, melyiket szeretem, vagy melyiket, hol játszom jobban. És beszéljünk erről a táborról is egy kicsit. Mi az, amit eddig már itt csináltatok? A focin kívül akár? Volt fürdőzés, ugye, volt filmnézés is, meg a második éve vagyok már itt, szóval nagyon élvezem ezt az egészet. Szurkolsz-e az EB-n valamelyik csapatnak, mondjuk a magyarokon kívül? Hát, olaszoknak. Szerinted ők fogják megnyerni? Szerintem igen. És itt a tábor alkalmával szoktatok beszélgetni az EB meccseiről? Szoktunk, igen. És miket szoktatok? Szoktatok arról is, hogy ki hogyan játszik? Igen, meg hogy néz föl, meg hogy játszanak, igen. És ebből is lehet valamennyit tanulni szerinted? Igen. Nagyon sokat lehet fejlődni, ugye a reggeli edzés az ilyen 8-tól 10 óráig befejeződik, 10 órakor kapják a gyümölcsöt, ugye 10 órai van. A 10 órai után van egy videó elemzésünk, ugye most a futball EB jegyébe. Itt kihasználtuk Lacival az alkalmat, és ugye a Laci a kapusok részére állított össze egy előadást, én nyilván a mezőnyjátékosokról. Elsősorban ugye a Cristiano Ronaldo nekem, én azt mondom, nem csak nekem, hanem a világon mindenhol egy példakép lehet, ahogy ő fölépítette magát, és itt van nagyon nagy jelentőség. Az egyéni képzésnek. Ugye az egyéni képzés ugye miről szól? Minden, ami nem csapatedzés. Ugye csapatedzésen nincs idő a technikai hiányosságokat pótolni. Itt az egyéni képzés alatt legyen az a jobb lábam, a bal lábam, az átvételek, a cselek, a kapralövések, labdavezetések, a beindulások, minden olyan terület, itt mindenre van idő. Így van felépítve nálunk egy egyéni képzés, ugye a labdásbeállítástól a labdás koordináció, mozgás koordináció, minden szerepel, és ezért volt egy nagyon jó ötletünk a és nagyon-nagyon sikeres és bevált. Évről évre ilyen 100-150-200 gyerek jön hozzánk nyaranta, és az egyéni képzésre visszakanyarodva, Ronaldo esetét ugye nem kell bemutatnom, de viszont ott van egy Szoboszlai Dominikunk, hogy maradjunk a magyaroknál, óriási, óriási munka van egy-egy sikeres szereplés mögött.